Nagyon szépen köszönöm. Az lenne a kérdésem, hogy tényleg alapjaiban vagyunk mi mások, mint a felnőttek. Tehát ugye eltelt pár évtized vagy év, de akár csak 2 év is elég, és néha olyan nagy szakadékok vannak köztünk, hogy az valami elképesztő. Tehát mintha két külön nyelvet beszélnénk. De most akkor mi változtunk, vagy a világ változott körülöttünk? A téma, amiről itt most beszélünk, az főként a mai generációról szól, a mai fiatalokról, viszont mégis inkább a felnőtteknek szolgálhat valamiféle tanulsággal. Nekem az lenne a célom, hogy egy kicsit érzékenyebben, és valamivel a felnőtt, az idősebb generáció kicsit többet lásson ezekből a fiatalokból. Az lenne a cél, hogy egy általános áttekintés által valahogy máshogy tudjuk szemlélni a fiatalokat. Hát az előadásom címe az, hogy a fiatalság állandó problémája a múltban és a jelenben, viszont hát könnyebben tudok beszélni a saját generációmról, a mi jelenünkről, de remélni tudom csak, hogy az előadás végén azért látni fogjuk a párhuzamokat a ti múltatok és a mi jelenünk között. Végeztem egy felmérést a fiatalok körében a problémáikkal és a szokásaikkal kapcsolatban. Hát a problémáknál legelső az, ami mindig szóba jön, az az aggódás a jövő miatt. Itt főleg gondolunk a továbbtanulásra. Hát aki anyuka, apuka, ilyenkorú gyereke van, mint én, annak feltétlenül ez szóba jön és ismeri a témát. Aztán a szorongás és a depresszió követi ezeket a sorban. Aztán nagyon sokszor érdekel minket és foglalkoztat minket saját magunk elfogadása, mások elfogadása, egy megfelelő társ vagy baráti kör megtalálása, és a halálesetek, az értékveszteségek is nagyon sokszor előjönnek. A legtöbbször említett probléma egy külső szemlélő által az általában az alkoholfogyasztás. Oké, ennek van is alapja. Egy 2019-es magyar felmérés szerint a 18 évet betöltöttek 80%, bocsánat, a 15 évet betöltöttek 80%-a már kipróbálta az alkoholt, és a kitöltők több mint negyede hetente iszik. Ez körülbelül 13 évtől felfele. Zaher Gábor volt ennek az egész felmérésnek az egyik atya úristene, és ő azt mondta, hogy bizony nem egy pozitív képet kapunk ez alapján. A legtöbb fiatal az nem bánatból iszik, ezt tudjuk. Ez nem olyan kérdés, mint amit az iszákostól kérdez meg a kis herceg, hanem ők pont hogy az öröm miatt és a felhőtlenség érzete miatt isznak. Sokan azt mondják, a kitöltők több mint fele, hogyha iszik, csak akkor tud ráhangolódni egy bulira, vagy csak akkor tudja kiengedni a gőzt. Amit szeretném, hogy mindenki lásson, oké, nem egy tökéletes képet kapunk ez alapján, főleg számadatok alapján. De én azt gondolom, és egyetérteni nem kell vele, hogy ez tökéletesen része a boldogságkeresésnek és a jelennek élésnek. Mert a fiatalok azok mindig, mindenkorban a boldogságukat, meg a szabadságukat keresik. A szabadságot úgy értve, hogy egy olyan élet iránti vágy, ahol nincsenek problémák. Hát ki az, aki nem erre vágyik? Ez kezdődik mondjuk az ókorban, mert igenis vannak olyan történetek, amik akkor játszódnak, és hasonló problémákkal rendelkező fiatal szerelmes párok vannak mondjuk, és hát nem kell aggódnunk, hogy a jövőben is ez ugyanígy marad. Aztán gyakori probléma még a válás, és mindenféle tragédia. Én szoktam még a vírus előtt rendhagyó irodalom órákat tartani a Félúton című filmemmel kapcsolatban, ahol igenis értékveszteségek előjönnek. Sok száz embernek tartottam én ilyen órát, és gyakorlatilag nem tudtam olyan osztályba menni, ahol valaki ne élt volna át valami tragédiát. Itt gondolhatunk arra, hogy 2 héttel ezelőtt ütötte el az édesapját a vonat, vagy olyanra, hogy apa veri anyát, vagy éppen más rákban hunyt el az édesanya, és neki is munkába kellett állnia, hogy fenntartsák a családot. Ilyenkor azért láthatjuk azt, hogy eléggé igazságtalan lehet néha az élet, hogy ilyen terheket ad egy fiatal ember vállára, és lehetnek srácok, lányok. Én nagyon sok ilyen emberrel próbálok beszélgetni. Én magam is kicsit érzékenyebb leszek ezáltal.
és próbálom átadni azt, hogy nekik is van egy ilyen igazságuk. Aztán, ami még nagyon sokszor előjön, és biztos vagyok benne, hogy sokakat foglalkoztat, az a függőség. És itt most nem térek vissza az alkoholra, sőt nem is megyek tovább a kábítószerekre, hanem egy másik olyan dologra gondolok, ami mindenkinek itt van a zsebében. Ez az okostelefon. Vecsei H. Miklósnak van ezzel kapcsolatosan egy nagyon jó TEDx előadása. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok anyukának, apukának ott vannak a keresési előzményei között a különböző webbeteg.hu-s cikkek, hogy túl sokat gépezik a gyerek napi 10 óra, mennyire ártalmas, mit csináljak, mit ne csináljak, stb. Ez mindenkit foglalkoztat, és vannak nálam sokkal okosabb emberek, akik ezekre tudnak választ adni. Engem inkább az foglalkoztat, hogy a mobiltelefon az mennyire káros a mi identitás keresésünkben. Ezt ugye 13-18 év közé szokták tenni körülbelül. Milyen érzések vannak bennem? Szerelmes vagyok-e a Pannikába egyáltalán? Mi az a szerelem? Hogyan tudom ezt megélni? Hol a helyem az osztályban, a családban, a világban? Ezek olyan kérdések, amiket, hogyha először él meg az ember, akkor persze, hát választ keres rá. És azt szoktuk gondolni, hogy ezekre csak egyszer kapunk választ, és egyszer kell a válaszunkat keresni, hogy egy felnőtt embernek az már minek, hát ők tudja kicsoda. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy hibátok felnőtteknek az, hogy sokszor elvisz titeket az életnek a monotonitása. Tehát úgy csináljátok az életet, persze, mert muszáj, de úgy nem élitek meg. Szerintem egy egészséges felnőtt ember az igenis szokta emlékeztetni magát arra, hogy én most hol tartok és ki vagyok a világban, vagy a családban, vagy a baráti körömben. És ezek úgy elfelejtődnek általában. Egy fiatalnak, hogyha szünet van, hogyha csend van, hogyha nyugalma van, hát ilyen gyakorlatilag nem létezik, mert hogyha ilyen van, akkor előkerül a zsebből ő, nincsenek úgy igazán csendjeink. És ez meggátol minket abban, hogy egyáltalán egyéniségek kialakuljanak. Ilyenkor sokkal egyszerűbb módszer az, hogyha a rövidebb utat választjuk, és bárányként elkezdünk valakit követni. Mondjuk ott van az a srác, vagy az a lány, ezt meg azt a márkát viseli, azt a szlenget használja. Ez mindenkinek bejön. Miért akarnék én próbálgatni, vagy kísérletezni azzal, hogy ki vagyok én, tök felesleges. Hát, hogyha az bejön, ő népszerű, akkor én is olyan leszek. Kész. Ez az egyszerűbb út, és az életben azért nagyon sokszor van ilyen, azt gondolom, hogy az egyszerűbb és könnyebb utat választjuk. Én azt hiszem, hogy ez a mi korosztályunknak a legnagyobb problémája, hogy egyéniségek azok nehezen alakulnak ki, mert ez sokkal könnyebb, és nem feltétlen érdemes harcolni. Ezt gondolják sokan. Ehhez kapcsolódik az is, hogy az Instagram influencereknek a tökéletessége az nagyon nagyban rontja az önértékelésünket. Mert itt van ez a tökéletes valaki, azt megpróbálom összevetni az én tökéletlen énemmel, hát persze, hogy nem fog egyezni, és ez így van rendjén, azt hiszem. De hogy ez nagyon sokak szerint, ez a meleg ágya a szorongásnak. Úgyhogy azt látjuk, hogy van egy nagyon felgyorsult világ. Technológia, minden történik, minden egyszerre történik, mindent akarunk, mindent egyszerre csinálunk. És hát úgy elég elmebajosnak tűnik. Néha olyan, mint egy rossz filmben, ahol tényleg szólni kéne a forgatókönyvírónak, hogy most meg kicsit lassítson le, mert nem nagyon tudjuk követni az eseményeket. Hát pontosabban most rosszat mondtam, mert mi, akik beleszülettünk, nekünk ez úgy nem okoz gondot, hát ehhez szoktunk hozzá. De azt hiszem, hogy ti, és akiket én meghallgattam, és minden nap beszélek velük ilyen korosztályból, ti egy nyugodtabb világban éltetek. Voltak problémák, mindenhol voltak problémák, voltak kis mindennapi drámák, néztétek, hogyan jönnek ki a másik suliból a fiúk, vagy éppen a lányok, kibeszéltétek a nagyon nagy tisztelettel rendelkező tanárotokat, hát éppen itt a szomszédos épületből azért vannak legendák azokról a mester tanárokról, akik ott voltak, nagy tisztelet, de mégis emberségesek. Úgyhogy ezekben mindenképpen fel lehet fedezni ismerős dolgokat. De ez mégis egy nyugodtabb világ volt. Ez az igazság, hogy én tökéletesen elrontottam a előadásomnak a címét.
Nekem nem célom az, hogy a különbségeket keressük. Szerintem teljesen felesleges. Azt megcsináljuk minden nap. És tök mindegy hány generáció jön, mindig el fogjuk kezdeni ezeket a mindennapi konfliktusokat. Én nem akarok még erre tenni, hogy most is mi az, amiben mások vagyunk. Én inkább azt szeretem keresni, hogy mi az, amiben hasonlítunk, mi az, ami a miénk, ami közös lehet. De mondom, jönni fog egy másik generáció, amikor érszek felnőtt, és ugyanúgy elkezdünk szörnyűködni. De ehhez 2 év is elég. És csak remélni tudjuk, hogy jönnek majd olyan emberek, akik úgy kicsit helyre tesznek minket, és úgy helyre pofoznak, és elmondják megint, hogy alapjaiban ugyanolyanok vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmet.